A következő két évben száraz rét szinte egész keleti fele megújul. Az önkormányzat projektötlete ugyanis szerepel a Közép-Dunántúli operatív programban, így kibővítik a körzet óvodáját és iskoláját, valamint templomát, számos utat és járdát újítanak fel, játszótereket hoznak létre, térfigyelő kamerarendszert építenek ki, és a Gaja-patakon egy gyalogos kerékpáros hidat is létrehoznak. Azon munkálkodik most mindenki, hogy március 31-ig szakszerű részletes anyagot adjanak a felügyeleti szervek fele, és ennek része a mai megbeszélés is. És ha minden igaz és minden pontosan az elképzeléseink szerint alakul, akkor május-június közepéig várható lesz a támogatói szerződés aláírása. A program keretében több 10 milliós forrásra pályázhatnak a civil szervezetek, amelyről pályázati civil információs napot tartottak a Fehérvári Civil Központban. Az alpolgármester bízik abban, hogy a térségben működő egyesületek ki tudják használni a lehetőséget. Van egy jelentős összeg, ami a úgynevezett szoftelemeket, akkor ez alapvetően olyan rendezvények és civil közösségek támogatása, mi segíti a projekt megvalósítását. A program a támogatási szerződés megkötésével júliusban folytatódik. A tervek szerint a beruházás 2015 nyarára befejeződik.